Meghallgatást tartott a Pegasus ügyben az Európai Néppárt. A botrányt kirobbantó tényfeltáró újságírói hálózat igazgatója mellett meghallgatták a TASZ vezetőjét is, aki szerint hiába törvényes a megfigyelés, az szembe megy a szabadságjogokkal. Vendégünk Szabó Máté Dániel. Jó estét! Jó estét! Tulajdonképpen meglepő, hogy az Európai Unió és annak a néppárti családja az ilyen vehemenciával áll most bele ebbe az ügybe, mert hogy korábban nagyon nem izgatta őket látszólag a Pegasus történet. Igen, 8 hónap telt el azóta, hogy a világ számos országában kiderült az, hogy az államok erre használják fel, akkor derült ki, hogy Magyarország, a magyar állam is valószínűleg használta ezt az eszközt. Hát azt most már biztosan tudjuk. Most már biztosan tudjuk, de akkor még ez nem volt biztos. Igen. Eltelt 8 hónap, és most úgy néz ki, hogy az európai politikusokat is elkezdte ez a dolog érdekelni. Valójában múlt hét elején történt valami. Volt az Állampolgári és Igazságügyi Bizottságnak egy meghallgatása, ahol egyébként egyik magyar áldozat is jelen volt, és ők ott erről beszéltek, hogy mégis mi történt, és egyszerűen szerintem felismerték azt, hogy ez nem egy-egy állam belügye, hanem ez egy európai ügy. Több okból, amivel foglalkozni kell és lehet, és hát ugye tegnap derült ki az, hogy több frakció egyetért abban, hogy egy vizsgálóbizottságot állítsanak fel ebben az ügyben. Jövő héten az Európai Parlament plenáris ülése is fog foglalkozni ezzel a kérdéssel. Ez azt jelenti, hogy az érdeklődés megvan, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz ebben. Na, hát ugye a dolognak a politikai vonulata az már megint abban fog kicsúcsosodni, ez szinte látszik, hogy már megint ezzel a két országgal szórakozik az Európai Unió, megint ezzel a két országgal szórakozik az Európai Parlament, Lengyelország és Magyarország. Mert bár nem csak ennek a két országnak van a birtokában a Pegasus szoftver, de eddig, ha ezt ki lehet egyáltalán jelenteni már, akkor erről a két országról lehet azt nagy valószínűséggel tudni, hogy a saját polgáraival szemben vetette be a fegyvert, leginkább a politikai ellenfeleivel szemben. A többiről ezt nem tudjuk. Igen. A magyar felhasználásról még tovább is mehetünk, mert hogy az a helyzet, hogy azt akkor is elég jól meg tudjuk ítélni, hogyha semmi rosszat nem akarunk mondani a magyar kormányról. Mert hogy a magyar jogrendszer évtizedek óta lehetővé teszi azt, hogy tulajdonképpen korlátozás nélkül használjanak ilyen eszközöket, már ha egyáltalán vannak ilyen eszközök, a kormányok. Egyik kormány a másik után ezt a nagyon széles felhatalmazást így gördítette maga előtt, és soha senki nem látta szükségét annak, hogy ezt megváltoztassa. Hát persze, mert lehet, hogy nem használjuk, de a lehetőség azért az ott hát csillog. Igen, hát a jog az alapvetően arról szól, hogy korlátok közé kell helyezni a hatalmat, és senkinek nem állt érdekében ezt a korlátot felállítani. 2016 óta tudjuk, hogy Magyarországon a magyar jogi szabályozás az jogsértő, tehát hogy ugyan a magyar felhasználása a Pegasusnak, vagy akármilyen lehallgatás, még ha meg is felel a magyar törvényeknek, az az érintettek, a megfigyeltek és a potenciális megfigyeltek jogait is megsérti. Ezt állapította meg az Emberi Jogok Európai Bírósága 2016-ban egy olyan ügyben, amit egy kolléganőmmel együtt én kezdeményeztem. És akkor még nem volt Pegasus. És akkor még nem volt Pegasus. És akkor az még csak egy lehetőségről szólt. Tehát mi nem tudtuk azt, hogy bennünket megfigyelnek. Egyáltalán semmi bizonyítékunk nem volt arra. Most pedig azt lehet látni, hogy ha van egy lehetőség, akkor egy kormány azzal él is. Ugye a magyar jogrendszerrel az a probléma, hogy kizárólag a politikusok önkorlátozásától függ az, hogy politikai célra felhasználnak egy ilyen eszközt, vagy sem. Nincsenek valódi garanciái ennek a felhasználásnak. Más országokban ez jobban körülírt? A lengyeleknél például ez világos, annak ellenére, hogy igen, ők is túllépték a határokat? A lengyeleknél világosabb, a lengyeleknél több szigorúbb feltételei vannak ennek, és a jogorvoslati lehetőség is biztosított. Tehát az, aki ellen jogellenesen használták, tud eljárásokat indítani. Magyarországon nem tud eljárásokat indítani, mert meg se tudhatja a magyar jogszabályok szerint az érintett jogszerűen, hogy őt megfigyelték, hogy milyen adatokat gyűjtöttek róla, milyen célból. Ugye a Pegasus felhasználása óta már majdnem 3 év eltelt, ami legalábbis azon felhasználása óta, amiről tudunk. Igen. Azok a vizsgálatok már valószínűleg lejártak, vagy már véget értek, amelyekre ezeket használták. Tehát tulajdonképpen a nemzetbiztonsági cél az vagy megvalósult, vagy már elpárolgott. Ennek ellenére minden egyes ügyfelünk, aki a saját megfigyeléséről most kér a nemzetbiztonsági szolgálatoktól információt, azt a választ kapja, hogy nemzetbiztonsági érdeket sértene, hogyha megválaszolnák neki a kérdését. Vagy azt mondják, erre nemzetközi jogorvoslat sincs, gondolom, mert hát hogy ez egy magyar állami belügy. Van végül is, ezeket az eljárásokat fogjuk megindítani. Most először Magyarországon indítottunk rengeteg eljárást,
6 vagy 7 ügyfelünk képviseletében, de egészen biztosan el fogjuk ezeket juttatni az Emberi Jogok Európai Bíróságára, ami egyébként már megállapította a magyar szabályozás, hogy jogellenes, de, majd, de az, az még csak úgy általában volt, most viszont konkrét esetekben is meg tudja állapítani. Szerintem az Európai Bizottságnak is dolga van ezzel a dologgal, és kötelezettségszegési eljárást kell indítania, hiszen az, hogyha az egyik tagállamban nem létezik semmiféle védelem az ilyen megfigyeléssel szemben, a másik tagállamban meg létezik valamifajta védelem, az nem biztosítja azt, hogy a szabadság és a biztonság határok nélkül érvényesüljön az Európai Unióban. Az Európai Unió öndefiníciójával ellentétes, hogyha ez megengedhető. Mire volt kíváncsi a néppárt? Igazából miről szólt ez a meghallgatás? A meghallgatáson egyrészt áldozatok beszéltek, főleg lengyel áldozatok. Ugye Lengyelországban ez az egész botrány decemberben és januárban robbant ki. Egyébként elég durva dolgok történtek Lengyelországban, ott a megfigyelés mellett büntetőjárások is indultak a megfigyeltekkel szemben, függetlenül a megfigyelésüktől. Bilincsbe verve vitték el az egyik jogászt, aki egyébként az ottani ellenzék vezetőjének a jobb kezeként működik. Azért ezek nagyon súlyos dolgok. Ezzel nem akarom kisebbíteni a magyar áldozatokat ért jogsérelmet, csak azt mondom, hogy inkább tulajdonképpen látványosabb volt az, ami ott történt. Az is nagyon fontos volt, hogy azok, akik ezt hallgatták, ezt a meghallgatást, tudjanak arról, hogy ez egy milyen súlyos dolog, és nem csak jogi szempontból súlyos, hanem érezzék át azt, hogy milyen az, amikor valakinek a telefonjához teljes hozzáférést enged egy rendszer, és az állam szabadon kurkászik a telefonjában, mindent lát, és mindent letölthet onnan. Ugye most egy pár hete nyilvánosságra kerültek lehallgatási jegyzőkönyvek, ugye Sáru György ügyében, és hogy ezeket olvastuk, és valaki elgondolkodott azon, hogy milyen, hogyha az ő telefon beszélgetését is így legépelik, akkor az furcsán érzi magát. Na most képzeljük el ennek a sokszorosát. A Pegasus az valójában mindent, ami a telefonon tárolva volt, letölthetővé tett, a fényképeket, a videókat, az, hogy honnan, hova ment, mit keresett, hogyan kommunikált, kivel beszélt, milyen üzeneteket küldött, ez mind-mind ott van, és mind-mind rendelkezésére állt valakinek. Ami nagyon fontos, hogy ez nyilván a demokráciát komolyan erodálja, komolyan amortizálja, erről szólt egyébként ez a beszélgetés, hogy működhet-e egy demokratikus demokrácia ilyen megfigyelés mellett. De nagyon fontos volt az is, hogy elhangzott ezen a meghallgatáson az, hogy egy paradox állítás, nevezetesen az, hogy a nemzetbiztonsági célokat szolgáló, állítólag a nemzetbiztonsági célokat szolgáló megfigyelés valójában kiszolgáltatja a nemzetbiztonságot másoknak. Ugye van egy izraeli cég, aki ezekhez az adatokhoz szabadon hozzáfér. Az ő szerverein valószínűleg ezek ott vannak, ezt senki nem tudhat. Ráadásul amerikai szervereken tárolták az adatokat, az Amazon szerverein. Hát igen, hát ez olyan zsarolási potenciál akár az igénybevevő államokkal szemben is, de akár a megfigyeltekkel szemben is, hogy az őrület. És hát más államok számára is lehetővé teszi a megfigyelés. Ugye a francia köztársasági elnököt Marokkóból figyelték meg, az ő telefonszáma a marokkói telefonszámlistán szerepelt, ami szintén egy nemzetbiztonsági kockázat. És ez az, ami rávilágít arra, hogy azért ez nem lehet egy tagállamnak a belügye. Ezért kell ezzel európai szinten foglalkozni, mert ha az egyik ország megengedi azt, hogy ez működjön, az tulajdonképpen a többi országot is kiszolgáltatottá teszi. Na, az unió érek szerint ezt most felismerte, úgyhogy valami elkezdődik, kíváncsian várjuk a folytatást, ennek megköszönöm. Köszönöm szépen.